Tüntetők foglalták el szerdán délelőtt Kocsis Máté 8. kerületi polgármester irodáját, ezzel tiltakozva a hajléktalanokat pénzbírsággal sújtó rendelet ellen, melyet több képviselővel együtt Kocsis Máté terjesztett elő. 10 órától a város mindenkié csoport tartott tüntetést, melyen egy börtönperformanszal mutatták be az országgyűlési képviselő és a hajléktalanok viszonyát. A tüntetés végét követően körülbelül 30 aktivista foglalta el az irodát és a folyosót, azt mondták, nem tágítanak. Én azért vagyok itt, hogy a parlament vonja vissza a szabálysértési törvény módosítását, ami börtönbüntetéssel sújthatóvá tenni az utcai hajléktalanságot, és addig tervezek itt maradni, amíg ezt vissza nem vonják. Kocsis Máté polgármester újságírók kérdésére úgy válaszolt, ő megadta a lehetőséget a tárgyalásra. 13 képviselő nyújtotta be, nem pusztán én, tehát ez önmagában kevés lesz ehhez. Egyébként én ma reggel 9 órára adtam nekik időpontot, hogy üljünk le és beszéljük meg, ők ezzel a lehetőséggel nem éltek, késtek másfél órát, és most már ilyen fenyegető magatartást tanúsítanak, ez egy önkormányzat. Én lehetőséget biztosítottam most arra, hogy aki közülük 8. kerületi, vele valamilyen szűk időkeretben, még a mai napon meg tudom oldani, hogy leüljek beszélni, de ők azt mondták, hogy ők ezzel sem akarnak élni. Tehát nem pontosan értem, hogy most akkor mi a szándék. Szerintem itt erősebb a szereplési vágy, mint az, hogy mondjuk velem tudjanak érdemben erről beszélni. Először a biztonsági szolgálat emberei próbálták kitessékelni a tüntetőket, akik nem mozdultak, így az őrök kicipelték őket a folyosóra. Nem sokkal ezután a demonstrálók újra visszamentek az irodahelységbe. Időközben aztán a rendőrök is megérkeztek a helyszínre, akik kihozták a demonstrálókat az épületből. Néhányan saját lábukon távoztak a rendőri felszólításra, azonban sokakat kézben hoztak ki. Az aktivisták még ekkor sem adták fel, nyakukban transzparensekkel hirdették követeléseiket. Próbáljuk megakadályozni, hogy az ország embertelenné váljon, olyan, amilyennek Kocsis Máté szeretné, hogy legyen. Kocsis Máté pedig a hajléktalan embereket politikai nyereségszerzésre használja föl, a szegény embereket próbálja megbüntetni, és ezzel próbál magának politikai tőkét kovácsolni, hogy népszerű legyen bizonyos emberek között. Itt épp Bodnár Mária mutatja a rendőri intézkedés alatt készült felvételt. Azt mondta, Ben nem bántak rosszul az előállítottakkal, még csak hangos szó sem volt. Délelőtt érkezett a helyi rendőrkapitányságra egy bejelentés, miszerint a 8. kerületi önkormányzat polgármesteri hivatalának területén több személy nem kívánja elhagyni az épületet, annak ellenére, hogy az ügyfélfogadási idő befejeződött. A biztonsági szolgált munkatársai többször felszólították ezeket a személyeket, hogy hagyják el az épületet, ők azonban ennek nem tettek eleget, ezért értesítették a rendőrséget. A rendőrség a kérkezését követően is többször felszólította ezeket a személyeket, hogy hagyják el az épületet, hiszen itt tartózkodásuk nem jogszerű, ennek ők nem tettek eleget, ezért jelenleg közel 200 személyt állítottak el a 8. kerületi rendőrkapitányság munkatársai jogszerű rendőrintézkedéssel szembeni engedetlenség szabálysértés gyanúja miatt. Játsz most a generalpublic.hu-val, lájkolj minket a Facebookon és nyerj 2 darab belépőt az Álomautó Múzeumba. Részletek facebook.com/generalpublic.